23 esztendővel ezelőtt egy személyes élmény hatására indította útjára a léleképítő sorozatot Tóth Csaba Attila. Az azóta eltelt időben az előadók, a magyar közélet, a kultúra és a sport számos kiemelkedő alakja követte egymást, akik megosztották gondolataikat a világról, szakmájuktól, az életről, a hallgatósággal. A sorozat a pandémiát is átvészelte, és olyan vendégek látogattak ide az elmúlt időszakban, mint Koncz Gábor, Bagdi Emőke vagy Eperjes Károly. Megpróbáljuk folytatni, amit 23 évvel ezelőtt elkezdtünk, és folyamatosan minden hónapban egy személyt meghívunk, és most 30-án, hétfőn este 6 órakor a Garay János Gimnázium dísztermében dr. András Valami Bertalan néprajzkutató lesz a vendég, és levetítjük a Gyöngyösárban készült sárközről szóló és András Valami Bertalan főszereplésével szóló filmet is, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk rá, de ebben az évben várjuk még Ókovács Szilvesztert, reméljük, hogy még Szinetár Miklós és Egri János lehet egy kérdéssel több, talán még ő is eljön, úgyhogy a tervünk sok, mindenkit várunk szeretettel. Az előadásokat a világhálón is figyelemmel lehet kísérni, ami, mondja Tóth Csaba Attila, jelentős nézőszám növekedést hozott.